Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Gyimóth Éva vagyok. A tervek szerint körülbelül 1,4 milliárd forintból gazdálkodhat idén Bátaszékváros önkormányzata. Azonban ez függ az állami támogatások mértékétől és a helyi vállalkozások által befizetendő iparüzési adótól is. Bíznak benne, hogy 2021 második felében már rendezvényeket is tarthatnak. Megkezdődött a 2021-es év költségvetésének összeállítása Bátaszéken. Első körben számba vették, hogy várhatóan milyen bevételekből tudnak majd gazdálkodni az idei évben. Az államkincstár értesítését is megkapták, miszerint 50 millió forinttal fog nőni Bátaszékváros önkormányzatának központi bevétele. Ez többek között annak tudható be, hogy ebben az esztendőben már nem érvényesíti a kormány az úgynevezett beszámítást, ami egy általános költségvetési hozzáállás volt a települési önkormányzatok részéről. Ez egy pozitív dolog. Nőnek az egyes területeken a támogatások, általánosságban ezt lehet mondani. Van olyan terület sajnos, ahol csökken, például a szociális ellátások területén a tavalyi 20 millióval szemben idén csak 7 millió forintot fog a város ezen a jogcímen kapni. És hát ebben az esztendőben első alkalommal egyfajta szolidaritási hozzáállási adó megfizetésére vagyunk kötelesek. Viszont mindent összevéve, alapvetően, ahogy említettem, mintegy 50 millióval fog nőni mégis a város központi támogatása a 2020-as esztendőhöz képest. Ugye fontos bevételi forrása az önkormányzatnak az adó, hiszen ezek azok a bevételek, amelyek az állami támogatás mellett azért markánsan meghatározzák a lehetőségeinket. Ugye előzetes bejelentések alapján mintegy 50%-os mértékben csökkenés várható az iparüzési adó tekintetében, hiszen az adónak a mértékét 50%-ra mérsékelte a kormány a 2021-es esztendőben, és ez alapvetően a kis és közepes vállalkozásokat érinti. Mi megpróbáltunk egyfajta modellezést végezni, hogy ez mit is jelentene, hiszen Bátaszéken a 19 évi árbevételek figyelembevételével 47 nagyvállalkozást tartunk számon, viszont 527 kis és közepes vállalkozást, ami azt jelentette a bejelentés alapján, hogy az iparüzési adónk 2020-ban mintegy 310 millió forint volt, ez 21-re visszacsökkenne 200 millió forintra, hiszen ezek a kedvezmények, ezek ilyen mértékben érintenék az önkormányzatot. Január 14-én a magyar kormány bejelentette, hogy a 25 ezer fő alatti önkormányzatok iparüzési adóból származó bevételének kieső részét megtéríti. Két egyenlő részben, legkésőbb június és október hónapokban. Ez alapvetően azokra fog majd vonatkozni, illetve olyan mértékben fog vonatkozni, hogy azok, akik február 25-ig nyilatkozatot tesznek, hogy igénybe kívánják venni a kedvezményüket, az így kiesett bevételt fogja alapvetően a kormány a 25 ezer fő alatti önkormányzatoknak megtéríteni. A mi esetünkben ez várhatóan mintegy 70 millió forintot fog majd jelenteni. Kiadási oldalról alapvetően egy nagyon óvatos költségvetéssel tervezünk. Fő feladatunk az, hogy megtartsuk a dolgozóinkat, hiszen azért a járványügyi intézkedésekből adódóan vannak olyan területek, ahol csökkentett feladat ellátást végzünk. Többek között mondjuk például a tanúszoda, amit be kellett zárni, szeretnénk az ottani dolgozóinkat is megtartani. Más típusú feladatokat látunk el oktatási intézményekben, takarítási feladatban. Tehát elsődlegesen arra törekszünk, hogy minden dolgozónkat megtartsuk a 2021-es esztendőben. Törekszünk majd arra, hogy legalább infláció mértékben próbáljuk a fizetésüket szinten tartani. Meglátjuk, hogy erre a lehetőségeink mik lesznek, és alapvetően intézményi működésben gondolkodunk elsősorban a 2021-es esztendőben. Tehát ahhoz szeretnénk forrásokat biztosítani, hogy a zavartalanul tudjuk valamennyi intézményünket működtetni, minden olyan kiadást tudjunk biztosítani, ami ahhoz kell, hogy ők változatlan szakmai színvonalon tudják ellátni majd a feladatukat. Városüzemeltetési feladatok tekintetében szeretnénk legalább a 2020 évi költségeket biztosítani a feladatellátáshoz. Fejlesztések tekintetében elsősorban azokat a fejlesztéseket kívánjuk finanszírozni,
amelyekre az önkormányzat már 2020-ban kötelezettséget vállal, és áthúzódik 2021-ben. Nem tervezünk nagyobb beruházásoknak az indítását, mindaddig, amíg biztonságban nem látjuk a 2021-es költségvetésnek a bevételi oldalát. Amennyiben ezek a források rendelkezésre állnak, mivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk a képviselőtársakkal, a szükséges döntéseket ennek függvényében fogjuk majd meghozni. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervének előkészítése is folyamatban van már. A városüzemeltetési feladatokat ellátó Bátkom Kft. Üzleti terve azt lehet mondani, hogy összeállt. Itt 3%-os bérnövekedéssel kalkulálunk, illetve azzal tervezünk, hogy a város legalább a 2020-as szinten kívánjuk üzemeltetni, olyan szempontban, hogy az útjainkat, hídjainkat, zöld területeinket szeretnénk tényleg olyan mértékben rendben tartani, ahogy ezt 2020-ban is tettük. Ez jelen pillanatban azt eredményezi, hogy nagyjából ugyanakkora összegben fogjuk finanszírozni a városüzemeltetési feladatokat ellátó Bátkom Kft-t, mint 2020-ban. Marketing Kft. Üzleti tervének készítése is folyamatban van. Itt óvatosság elve alapján fogunk itt is dolgozni, ami azt jelenti, hogy bérek tekintetében itt is a reálértéknek a megtartására törekszünk, azaz mintegy 3%-os bérnövekedéssel kalkulálunk. A rendezvények első féléves költségeire nem fogunk leszerződni a Marketing Kft-vel, hanem az önkormányzatnál céltartalékba helyezzük ezt az összeget, ha és amennyiben mégis lehetne, akkor attól függően, hogy a rendezvények hogyan kerülnek sorba, ezeket a forrásokat biztosítjuk majd a Marketing Kft-nek. De alapvetően főszabályként arra készülünk, hogy csak a második féléves rendezvények megtartására lesz lehetőség, ezekhez pedig a forrásokat maximális mértékben biztosítani tudjuk. Emellett ugye ellátja azokat a közművelési feladatokat is a Marketing Kft., ami intézmény működtetést és üzemeltetést jelent. Az ő esetében egy jelentős feladat a tájháznak a megújítása lesz, hiszen napokon belül megkezdődik a tájháznak a felújítása. Az épület kipakolása már a szakemberek bevonásával már megtörtént, biztonságba helyeztük a kiállítási tárgyakat, és bízunk benne, hogy az év második felében a felújítás követően régi pompájában látogatható lesz majd a tájház. Az éves költségvetés 1,4 és 1,6 milliárd forint között mozog. Alapvetően, mivel a 2020-as évben lezártuk azokat a pályázatokat, amelyek a város költségvetésében markánsabb főösszegekkel szerepeltek, úgy nagyjából azt kalkuláljuk, hogy 1,4 milliárd forint környéki összeg lesz a költségvetésnek a főösszege. Ezt próbáljuk majd úgy elosztani, hogy minél kisebb érdeksérelem szülessen, tehát lehetőségek szerint tudjuk működtetni a civil szervezeteket. Nagyon fontosnak feladatnak tartjuk, hogy a szociális ellátás területén stabil forrásokkal rendelkezzünk. Az ottani számokat figyelembe véve, mintegy 30 millió forintra tervezzük jelen pillanatban a szociális ellátásoknak a fő összegét, amelyben biztosítjuk a különböző támogatásokat, segélyeket, ösztöndíjakat, oltási programot, minden olyan dolgot, amelyet korábban bevezettünk, és szeretnénk 2021-ben is folytatni. Egy olyan civil szervezetet mutatunk be a következőkben önöknek, akiknek célja azoknak a gyermekeknek a támogatása, akik elvesztették szüleiket. Az alapító maga is megélte, milyen társ nélkül felnevelni egy gyermeket, ez vezetett oda, hogy lassan 25 esztendeje bátran fordulhat segítségért, minden tragédiát megélt család támogatásért az elvezethez. Sokszor van olyan az életben, hogy egy személyes tragédia indít el valakit egy úton. Ez történt Osváth Istvánné esetében is, aki a Bátaszéki gimnázium tanára volt. 91-ben meghalt a férjem, és itt maradtunk Árván, és nagyon nehéz volt a következő időszak. A második Géza gimnáziumban tanítottam, és ott a kollégáim rengeteget segítettek, mindenféle szempontból, lelkileg, amúgy. Tehát ha kellett, akkor helyettesítettek, nagyon sokat segítettek, ezt mindig szerettem volna visszaadni, de nem lehetett.
akkor másfelé mentem, hogy akkor biztos, hogy másnak kell visszaadnom. Ez volt az egyik, úgy mindig bennem volt. És utána, mivel már ebbe a helyzetbe kerültem, hogy gyerekeim miatt, elkezdtem jobban figyelni az iskolában is ezeket a dolgokat. Mindig észrevettem, hogy van az árva gyerekeknél, meg egyéb helyen is anyagi gond, de sosem jött ki. Tehát nem panaszkodtak a gyerekek, és akkor jobban figyeltem. És utána a családon belül is, hogy a fiam egyetemre járt, éreztem azt, hogy évek múlva mindig egyre nagyobb és nagyobb a teher. És akkor végül is mindenféle tapasztalatom volt, nagyon sok jó, nagyon sok volt rossz is, és ebből azt hűrtem le, hogy ennek a rétegnek segíteni kell. Így jött létre a Bátaszéki Árva Gyerekekért közalapítvány, amely a szüleit elvesztő gyerekek tanulásának költségeihez nyújtott, és nyújt azóta is anyagi támogatást. Én megkerestem a Bátaszéki önkormányzatot, azt hiszem, hogy a jegyzőt vagy alpolgármestert már nem tudom pontosan megmondani, elmondtam a határozott elképzelésemet, ez 95-ben volt, hogy csak ezt a réteget szeretném, ha támogatna ez az alapítvány, és csak a tanulmányaikban. 96 tavaszán, harmadik hónapban az önkormányzat megalapította az alapítványt. Az alapítvány azt érte el, hogy most tavaly volt a 25. éve, 96-tól, hogy elkezdődött. Gyűjtöttük az összeget, hogy adhassunk a gyerekeknek, pályázat alapján adtunk pénzt, és ebből az időszakból 2019-ig összesen 19 évig támogattuk a gyerekeket, de már a vezetésem alatt, és a 19 év alatt 31 gyereket támogattunk. A támogatások odaítélése minden esetben pályázat alapján történik. A szervezet fennállása óta 3,3 millió forintot osztott szét az árban maradt gyerekek között. Az alapítványba tettek magánszemélyek és az 1%. Az 1% is szépen folyamatosan nőtt, a legnagyobb összeg a tavalyi évben jött meg a 2019-es év eredménye alapján, tehát én azt hűröm le, hogy ez az alapítványnak igenis van jogosultsága, erre szükség van. Osváth Istvánné ma már átadta az irányítást. Természetes módon olyan ember vette kezébe a szervezet vezetését, aki maga is átélte, milyen a szülő elvesztése. Kétszeresen érintett vagyok ugye az árvaság miatt. Én 99-ben elveszítettem az édesapámat, 16 éves voltam, és úgy, ahogy a Lila néni is mondta, hogy én is az elsők között voltam, aki mikor az alapítvány megalakult, és megláttam, hogy lehet pályázni tanulmányokra, akár nyelvvizsgára is összegre, akkor beadtuk én is, öcsém is a pályázatot. Én amióta dolgozom, azóta minden egyes évben az adom 1%-át az alapítványnak adományozom, úgymond, és tavalyi évben, amikor a polgármester megkeresett ezzel, hogy elvállalnám-e ugye az alapítványnak az elnöki pozícióját, akkor egyrészt nagyon örültem, és megtisztelőnek tartottam azt, hogy rám gondoltak. Sajnos vannak, voltak is, és vannak is, sajnos ma is félárvák, árva gyermekek itt Bátaszéken. Ugyanolyan fontos az a cél, hogy segítsük őket, igaz, hogy egy évben egyszer, de az a boldogság, amikor megkapják azt az összeget, amire ugye pályázatot benyújtanak, hogy nekik ez mekkora segítség, hogy le tudnak venni egy kis terhet egy szülőről, ugye, mert azért árva, mert meghalnak a gyermek szülei. Ez annyira őket is boldoggá teszi, de én ugye tavaly évben tapasztaltam ezt először, hogy mennyire hálásak, hogy működik ez az alapítvány. Minden kérvény nem rózsás helyzetről tájékoztatott, hanem nagyon is olyan helyzetről, ahol szükség van a támogatásra. Most a támogatott összegek az évek folyamán nőttek, most már 60, 70, 90 volt, aki 100-at is kapott. Kezdetben persze sokkal kevesebbet, mert kisebb összegek voltak. Ez arra volt jó, hogy hiányt pótoljon,
Tehát volt, akinek utazásra, költségre, könyvekre, ruhára, bármire. És néhány példát elmondanék. Tehát néha nagyon-nagyon szomorú helyzet volt, mert beteg édesanya, munkanélküli édesanya, alap minimálbéren dolgozó édesanya, meg több testvér. Tehát, és volt olyan is, akinek meghalt az egyik szülője, a másik nem foglalkozott vele, maradt a nagymamára, tehát nem bírtak volna fönnmaradni. Igaz, hogy nem nagy összeg, de segítség. A hétvége során megkezdődött az idős otthonokban dolgozók és gondozottak oltása. A megyében erre először Bátaszéken, a Szivárvány idősek otthonában került sor. Szűcs Mária, a Tolna megyei Ballassa János Kórház orvosigazgatója és az oltópont vezetője úgy fogalmaz, a vakcina az egyetlen lehetőség arra, hogy megállítsuk a koronavírus járványt. Tolna megyében megkezdődött az idős és szociális otthonokban dolgozók és gondozottak oltása. A kormány oltási terve szerint az egészségügyi dolgozók mellett a legveszélyeztetettebb csoportok kapják meg elsőként a vakcinát, ezért kezdődött meg az utóbbiban élők beoltása. Így történt ez Bátaszéken a Szivárvány idős otthonban is. Ezért is tartjuk fontos dolognak ezt a mostani eseményt, mert Tolna megyében a úgynevezett idős otthonokban lakóknak és itt dolgozóknak az oltása ez a mai napon kezdődött meg. Az egészségügyi kormányzat egyrészt meghatározta, hogy a különféle sorrendek alapján, de nyilvánvalóan először az egészségügyi dolgozókat és az időskorúakat, szociális otthonokban élőket kell leoltani, illetve meghatározta azt is, hogy lélekszám szerint milyen sorrendben kerüljön erre sor. Tolna megyében ez a bátaszéki otthon az első, és nyilván a többi otthont is folyamatosan ott is meg fog történni az időseknek és a dolgozóknak az oltása. Azért fontos, amit már többször hangsúlyoztunk, nyilvánvaló az idős emberekről gondoskodni kell. Ők itt többen élnek egy ilyen otthonban, fontos dolog az, hogy a betegséget ne kapják meg, vagy ha átestek rajta, akkor ismételten ne kapják meg, nyilván az egészségüknek a megóvásának az érdeke, ez az diktálja, tehát ezért tartjuk ezt fontosnak. Természetesen, akik itt dolgoznak, ők egészségügyi dolgozónak minősülnek, nyilvánvaló, hogy kölcsönös az érdek, tehát az idős emberek az ápolóktól, az ápolók pedig az idős emberektől ne kapják el a betegséget. Nyilvánvaló, hogy ez az otthon a kiinduló pont, itt egy meghatározott időn belül megtörténik az ismételt oltás, és valójában akkor lesznek védettek az itt leoltottak. Folyamatosan, néhány héten belül én azt gondolom, hogy az összes otthonra, Tolna megyében sor fog kerülni. A Tolna megyei Ballassa János Kórház orvosigazgatója úgy fogalmaz, a vakcina az egyetlen lehetőség arra, hogy megállítsuk a koronavírus járványt, és megszűnjenek a korlátozások, a maszkviselés, illetve hogy visszatérhessünk a normális mindennapokhoz. Az otthonban a dolgozóknak is és a gondozottaknak is a COVID elleni vakcinával végezzük az oltását. Az oltóanyag iránti érdeklődés nagyon nagy. Tulajdonképpen ez az egyetlen lehetőségünk ahhoz, hogy a járványból a kilábalást megkezdjük. Az eddigi életünket nagyon nagy mértékben korlátozták az intézkedések, a maszkviselés, távolságtartás. Ugye már ezt csináljuk gyakorlatilag tavasz óta. Itt van ez a nagyon nagy lehetőség a birtokunkban, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy éljen vele, hiszen ez a nagy alkalom arra, hogy a járványnak véget vessünk. Én nagyon hangsúlyoznám az egyén felelősségét, ami két irányú, az egyik saját magával szemben, mert így védettséget tud szerezni úgy, hogy nem esik át a fertőzésen, tehát klinikai tünetek nélkül, hiszen az oltóanyag egy immunválaszt vált ki a szervezetben, és ezzel védi a környezetét is, hiszen ő maga már védett, és nem fogja, reméljük, hogy nem fogja tovább terjeszteni a fertőzést. Nagyon várták, hogy legyen oltóanyag, kezdődjenek meg az oltások, és az otthon nagyon felkészült az oltásnak a lebonyolítására. Ugye azért ez egy elég nagy szervezettséget igényel, egyrészt, másrészt pedig egy nagyon nagy közreműködést, felkészülést az otthon részéről, és nagyon felkészültek az otthon dolgozói, a munkatársak.
Gazdára talált a bátaszéki adventi fotóverseny fődíja, egy újévi malac. A győztes egy helyi kislány lett, aki a családjával együtt fényképezte végig a házakat, ahová kiragasztották a naptári napokat jelképező számokat a városban. Hogy mi lesz a malac sorsa, a nyertes egyelőre még nem döntötte el. Még néhány pillanat, és ezekből a kismalacokból az egyik új gazdára talál. Számára valószínűleg mindegy lesz, hogy kiválasztott szerencse malacán nemesül, és díj lesz belőle, méghozzá az adventi fotóverseny fődíja. De mielőtt gazda és a nyereménye egymásra talál, ugorjunk vissza az időben néhány hetet. A Bátaszékért Marketing No Profit Kft. Évek óta szervezi játékát, melynek keretében a naptári napokat kellett kiragasztgatni az ablakokra. A vállalkozó szelleműeknek pedig le kellett fényképezni a különös adventi naptárat. A lelkes bátaszékiek ezzel a kezdeményezésükkel még a világhálóra is felkerültek a többi település mellé, akik szintén játszották a játékot. A fotópályázat győztesének fődíja pedig az imént látott ól egyik szaporulata. Érkezik is a győztes Vidaszak Sluca, akinek most nehéz a feladata, hiszen ki kell castingolni a főszereplőt. Mindegy. Mindegy. Bármelyik jó. Végül is megszületik a döntés. Az ott bent. Elbírod kapni? Vagy a Balázs segítsen? Balázs, bemész, elkapod? Az ifjú gazda pillanatok alatt elválasztja a kiválasztott malacot. Közös kép a jutalommal, és a kis malac a zsákba, illetve az autóba került. Koni egyelőre Fadra, Luca nagyszüleihez kerül. A kisgazda megfogadta, rendszeresen látogatja majd új kedvencét. Hallottuk, hogy van ez a verseny, és mi is bejelentkeztünk, aztán, ahogy ugye iskolából jöttem haza, úgy elkezdtünk fényképezni, de én egyszer, osztálytársam covidos lett, ezért úgy karácsony tájékán el kellett vonulnom karanténba, ezért a szüleim meg a nővérem folytatták a fényképezést. Nagyon örültem. Aztán elneveztük, és ennyi. Hogy fogják hívni? Koninak fog. Az, hogy mi lesz Koni sorsa a jövőben, még nem eldöntött a családban, de ha Lucán múlik, várhatóan bölcs öreg disznó válik belőle. Szőcs Lázárt Kalmár Ferenc váltotta a megyei első osztályú labdarúgó élcsapat a Bátaszék kispadján. Az ismert focistából lett edző nagy önbizalommal látott munkához a várhatóan tovább erősödő csapatával, és már most kijelentette, nem a dobogóval, hanem kizárólag a bajnoki címmel lenne elégedett. Nem lesz egyszerű, hisz nagyon kiegyenlített a most zajló bajnokság élmezőnye. Edzéslesen jártunk Bátaszéken. Újra meghatározó csapatnál dolgozhat edzőként Kalmár Ferenc, aki minden idők egyik legjobb szekszárdi csapatának meghatározó játékosa volt a 80-as években, aki hosszabb ideje csapat nélkül volt. Legutóbb a Tolna megyei válogatottat összeállító és azzal meccselő trénert Bátaszéken kérték fel, miután Szűcs Lázár néhány gyengébb eredmény után váratlanul távozott az őszi idény vége felé. A félbe szakadt bajnokság utolsó két meccsén már ő rakta össze a bátaszéki csapatot, amely a korábbi pontvesztések után is lecsúszott a dobogóról, és két elmaradt meccsel a negyedik helyen áll. A cél mindenképpen a dobogóra való fellépés, gondolná a kívülálló, ám Kalmár Ferenc a tőle megszokott módon most is maximalista. Én mindig azt mondom, a játékosainak meg kell nyerni a bajnokságot, minden meccset meg kell nyerni, úgy megyünk ki, úgy küldöm ki őket, felkészítve. Bátaszéken a játékos állomány valóban adott erre is, de, mint tudjuk, jó erőkből állnak a riválisok is. A listavezető Gerjennek úgy is van, lesz 4 pont előnye velük szemben, ha a Bátaszék mindkét elmaradt meccsét megnyeri. Az, hogy Gerjenben most több pénz van, jobb lehetőségek, a kutyát nem érdekli. Engem az érdekel, hogy minden meccset megnyerjünk. A jó erőlét érdekében néhány nap múlva már heti 5 edzéssel készül a Bátaszék. Sűrű lesz a csapat edzőmeccs programja is. Az új műfüves pálya adta lehetőségeket maximálisan igyekeznek kihasználni. Ha az időjárás zord arcát mutatja majd február végén, március elején, itt fogják játszani majd a bajnokikat, a hazai meccseiket a Bátaszékért.
akik dominálni szeretnének labdabirtoklásban, míg markánsabb támadó futballt szeretne viszont látni Kalmár Ferenc. Hátul egy biztonságos játékot szeretnénk, és elől úgy szeretnénk, hogy tudjunk gólokat rúgni, és mindig egyre többet rúgjunk, mint az ellenfél. Ha a két kiszemeltet, akiknek a neve még nem publikus, sikerül a napokban leigazolni, még erősebb lesz a keret, még nagyobb lesz a versengés a csapatba kerülésért. Azt mondja a tréner, nála momentán nincs fix helye senkinek sem. Tóth Tamást ki kell szolgálni és termentesíteni, vagy lesznek neki is versenytársai? Neki is lesz ugyanúgy versenytársa, mindenkinek lesz versenytársa, én úgy gondolom. Nagyon remélem, hogy mindenki be fog állni a sorba, és normálisan fog edzeni. Ezt majd beválik, hogy ki fog játszani. A csak háromvédős szisztéma is szóba jöhet. Aki jobb, ügyesebb, jobban lelesi a labdákat, jobban érzi a helyezkedéseket, az fog játszani. Mindig más lesz a taktikánk, de én azt szeretném, hogy minél hamarabb elvegyük az ellenféltől a labdát, és minél gyorsabban fejezzük be a támadást. Nemes ellenfelek egész sora vár a Bátaszékre. Tavasszal tudják, minden idők talán legkiélezettebb bajnokságának tavaszi folytatása várható. A Gerjen a Tamási is nagy esélyes a bajnoki címre, és pillanatnyilag a harmadik Bölcske és a jelentősebb ponthátrányban levő, de anyagerős Bonyhád sem csak a mérleg szerepét szeretné betölteni. Kalmár Ferenc eddig a megye egyben egy évtizeddel ezelőtt Majoson maradandót alkotott. Ő rakta össze az akkori, mindmáig egyetlen majosi bajnokcsapatot. Itt is ugyanaz a helyzet. Én úgy gondolom, hogy itt is most jó csapat. Azt gondolom, hogy meg tudjuk nyerni a bajnokságot, tehát nyáron. Én úgy szeretném, hogy tudnánk ünnepelni, úgy, mint Majoson anno. Ilyen sikerre vágynak és várnak újra Bátaszéken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!